Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft. Nevében szeretettel köszöntöm Önöket az első adventi gyertyagyújtáson. A karácsonyt megelőző advent a készülődés időszaka fizikai és szellemi értelemben is. Vasárnaponként az adventi koszorú gyertyáinak meggyújtásával egyre több világosság költözik az otthonokba és a szívekbe. A pislákoló láng mellett lehetőség van kicsit elcsendesedni és várni az ünnepet. A város adventi koszorúit idén is a Matyó Kertbarát Egyesület tagjai készítették, köszönjük munkájukat! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az 1 millió csillag a szegényekért akció keretén belül a Mezőkövesdi Karitas csoport idén is adománygyűjtést szervez. Vegyenek részt Önök is az akcióban, és gyújtsák meg személyes csillagukat a szegényekért, szenvedőkért, a betegekért és minden rászorulóért. A gyertyákért felajánlott adományokból a Caritas a rászorulókat támogatja. Az adományokat az adományurnában helyezhetik el, de a Caritas örömmel fogad tartós élelmiszeradományokat is, melyekkel szintén a rászorulókat segítik. Ezeket a felajánlásokat a Szent László plébánián adhatják le a kedves adakozót. Köszönjük, hogy segítenek! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Adventi gyertyagyújtásunkon elsőként a Pro Urbe Díjas Szent László kórus adventi műsorát hallhatják. A kórust vezeti Mózerné Horga Stefánia. Kérem, fogadják szeretettel műsorukat! Advent, messiás várás, Úr jövet! Advent a karácsonyi előkészület ideje. Arra szólít fel, hogy megtérjünk, teljesen Istenhez forduljunk, s így várakozzunk eljövetelére, most és az idők végén. Emeljétek föl fejeteket, mert íme elközelgett a ti megváltástok. Szent Ágoston szavait idézve, e napokban tegyünk több jót. Minden haragot és gyűlöletet, mint a sátán mérgét, vessük ki szívünkből. Amennyire lehet, Isten segítségével tisztítsuk meg testünket és lelkünket, hogy az égi vendéglátó semmi kivetni való szennyet, rothadást, takargatott piszkot ne találjon bennünk. Éljünk mindenkivel békességben. Akiről tudjuk, hogy haragot tart, azt próbáljuk kibékíteni. Ha ezt Krisztus segítségével megtesszük, most nyugodt lelkiismerettel közeledhetünk az Úr oltárához, és örömmel léphetünk be az eljövendő boldogságba. Két dolgot hirdet, hogy a messiás szűztől születik, s hogy nem csupán Isten jeles szentje lesz ő, hanem általa maga az Isten fog közöttünk lakozni. Mária a kis Jézus édesanyja,
aki a Szentlélek erejéből hozta világra Betlehemben szent fiát. Erre utal az általánosan ismert imádság. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Mennyei édes atyám, igédért, kijelentésedért, amelyet úgy adtál, hogy megérthessem. Gondolataidat emberi szavakra bíztad, ígéreteidet látható módon valósítottad meg. Beléptél az én szűk emberi világomba. Parancsaidat megértem, biztatásaid erővé válnak lelkemben. Megvilágítod a bűnt mellettem, amely álarcot vett föl, és kívánatos formában mutatta meg magát. Feddőzésed és számonkérésed elől nem rejtőzhetem el. Titkaidat megláttatod velem. Hálával ragadom meg jeleidet, amelyekkel a karácsony felé igazítod lépéseimet. Zeng felém is az ígéreted, atyám. Igéd, jövendőlésed, mint egykor a csillag a napkeleti bölcsek előtt, kigyúl előttem is, és hívogat. Életem eseményeit is úgy rendelted, hogy mutassák az irányt. Nem kell haboznom és tétováznom. Állandóan hangzik a szavad, ragyognak a bíztatásaid. Gyermek születik nékünk. Emberi formában jössz el hozzánk, hozzánk hasonló emberi életben készíted az üdvösséget számunkra. Csak arra kérlek, Istenem, ezekben az adventi hetekben tedd hathatósabbá és erősebbé a te beszédedet. Tedd figyelmesebbé az én lelkemet. Minden nap adj új jelet számomra. Különösen kérlek, atyám, beszédedet tedd hatalmassá mindenki számára, akinek hirdettetik. Sem a magunk panasza, sem dicsekedésünk, sem a világ éneke, vásári zaja, sem hiába való örömökért való alkudozása,
sem pedig átkai és jajai túl ne harsogják a te beszéded tiszta zengését. Vezess, Uram, Krisztus felé. Amen. Köszönjük szépen a Szent László kórus műsorát. A következő percekben a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsöde Élelmezési Központ Cseperedő tagovodájának Süni csoportjának előadását láthatják. Felkészítő pedagógusok Dudás Istvánné és Mezeiné Kaló Anita fogadják a gyermekeket is nagy szeretettel. Régen történt, nagyon régen, távol tőlünk más vidéken. Néhány pásztor nyájat hozott kint a sötét éjjéléten, mikor egyszer nagy fényesség ragyogta be az estét, angyal szállt alá a rétre, nézték a pásztorok félve, megrettenve, megigézve, és az angyal akkor így szólt. De féljetek! Ebben nagy elvet hirdetek, mert kisgyermek született Betlehemben. Ő az, akit vártatok, kit mindenkit elhított. Békét oszt közöttetek, és a világ királya lesz Jézus a neve. Mennyei angyal vagyok, nékem nagy örömet mondok, mert ma néktek születek, akit jövendőltetek Betlehemben. Jöjjetek, csak vigyázzátok a Jézusán imádjátok, mert ma néktek születek, akit jövendőltetek Betlehemben. Nem féljetek, jó pásztorok, hozott üzenetet, én bizony fölkerekedek. Megkeresem Betlehemet, Betlehemben a kisdedet. Üres kézzel nem mehetünk, illik ajándékot vigyünk. Pásztorok, eljünk fel! Megkeresni a kisdedet, eközben napkelet felől három király ajándékkal indul már. Merre menjünk, hol keressük, a helyet el ne tévesszük, megtaláljuk, megcsodáljuk, térre borulva imádjuk.
Csillagra gyugig réten, az legyen az én vezérem, hol a csillag majd megáll, szívem nyugalmat talál. Betlehemi istálóban, Salmán fekszik ágy helyett, szent deregek kisgyerek. Pólyával betakarva, énekével elringatja, édesanyja Mária. Szemben a könnyű fátyol, kicsi fiam biztos fázol. Nincsen bölcső, csak egy jászol, szemben a könnyű fátyol. Állunk a gyermekkel, szemem fénye, az én életemnek reménysége. Örömes stringatlak, szívemből óhelytlek. Aludj, aludj, nem tudom, mit mondjak. Örömömben, hogy téged láthatlak, ez életben. Örömes stringatlak, szívemből óhajtlak, aludj, aludj. És a jámbor állatok szépen körbe állnak ott, szelíd szemű tehenek lehelnek rá meleget, néma juhok nézegetik, párájukkal melengetik, ám hirtelen kopogtatnak a királyok, már itt vannak. Messze napkeletről jöttünk, fényes csillagot követtünk. Fényes csillag azt mutatta, megszülették is Jézuska. Gáspár, mennyiért boldizsál, látod, én előtted áll. Fejet hajtunk, letérdelünk. Fogadd el az ajándékunk, benne van a jó szándékunk. Hoztunk aranyat, tömjét, mirhát, kérve kérjük, ne sírjál! Fel is nyitja, mosolyog már a Jézuska. Most valaki halkan kopog, megérkeztek a pásztorok. Isten, szép jó estét, köszöntjük a kis gyerekét. Azt mondta, hogy világra jöttél, hogy minden embert szeressél. Fejet hajtunk. Fejünket mi is meghajtjuk, ajándékunkat átadjuk. Hoztunk sajat, vajat, tejet, örömünket hoztuk neked. A jászolt, mint körbeveszik, kis Jézuskát ünnepelik. Csillag ragyog égi réten, és a jászolban fekszik szépen, rongybújával betakarva az új szülött kis Jézuska. Édesanyja elringatja, énekével ajtatgatja, fejet hajtanak a bölcsek, és elmennek, ahogy jöttek. Elbúcsúznak a pásztorok, elpihennek az állatok. Üres szalmán a jászolban, rongypójával betakarva álmodik a kis Jézuska. Nem is manuskában, karácsonykor érte tájban, fiú Isten embernek, mint kisgyermek született. Ő nevezik Jézuskának, édesanyját Máriának, ki pólyában takarta, befette
köszönjük szépen a Süni csoport műsorát. A Miskolci Szakképzési Centrum, Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum 11. C-osztályának tanulói is nagy szeretettel készültek erre az alkalomra. A műsorban közreműködik Vancák Hanna, Kovács Evelin és Garics Nikolett. Felkészítő pedagógusuk Tóth Katalin. Fogadják őket is szeretettel. Misztikata, Adventnek áldása. A szeretet égigér, tündököl a nap helyén, melegsége földre tér. Örömével két tenyér, szívben öröm és kedély, helyet kér, nem henyél. Tüzet olt, elhárít vészt. Új veszőnek hajtása, ez Adventnek áldása. Ültesd el, megfogan, a szeretet áradat, nem apad szívben folyam. A szeretet mozdulat, sose kér, de önként ad, örvend annak, amit kap. Egy megértő pillantás, választadó kivárás, sok türelmes bólintás. Jöjj hát és ünnepeld, öröme égbe emel, tisztító tűzre ott lel. Advent. Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött. Télen az első hóesésre, és várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg. Nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és felfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és jogosabb birtoklás se, mint szeretnünk azt, ami az ismerősben született valódi meglepetés. Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt, hogy a karácsony, a szeretet és Advent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé, szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől, szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb, a hetek, órák, percek kattogó, szemtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár. Darvas Ferenc, Advent.
Várakozással telik életünk, mert egy nagy érzésre vágyunk. Szívünk, lelkünk áhítozva éhezően a szeretetre várunk. Eljöve úgy, ahogy kívánjuk, szeliden, halkan, csendesen, mint azon a szent éjszakán, a közelgő karácsony esten. Adventben járva újra várunk, megtaláljuk-e, akit keresünk, eljöve hozzánk a szeretet, itt lesz-e, ott lesz-e velünk. Várakozással teli életünkben egy nagy-nagy érzésre várunk. Lelkünk, szívünk őt keresve a békére, szeretetre vágyunk. És eljön ő, aki a szeretet, és mellyel világot megvált. Hozza békésen és csendesen, amire nagyon sok ember vár. Itt kopog majd belül finoman, bensőn megújulva rátalál. És ha te is ezt így akarod, ha szíved szeretetet kínál. Hidd el, akkor eljön ő hozzád fényével, szerényen s halkan. Lényennek szeretet sugára lesz majd az édesítő hajnal. Köszönjük szépen! Utolsó fellépőként kérem fogadják szeretettel a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület műsorát, melyben közreműködnek Fügediné Pap Mária, Balog Éva, Pótáné Bartók Anna Mária, Pap Péter József és Kocsordiné Fazekas Andrea. Anna Mária, a karácsony te vagy. Gyorsan jöttél téli este. Szívem még a fényt kereste, de lehajtotta a nap fáradt fejét a földre. Búcsúzó úr még vöröslő vérével megöntözte, majd átadta a helyét.
és elhagyta a színpadot. Üdvözöljétek a rideg sötétet, a fagyott, aláfestő zenekén csupasz ágak hegedülnek, varjúkárok utolsó levelek táncra perdülnek, mikor halálos keringőre felkéri őket a téli szél. És a rőt avar is az elmúlásról mesél. Miért? Kiáltom csendbe. Miért van ez a rettentő zaj bennem? Belülről mond, miért fázom? Hol van a fény a téli tájon? De én az ég paláskán csillagok gyűlnek, mint megannyi gyertyája az adventi koszorúnak, s hófehér reményeket szitál az ég. A tél kristályfényű pillangói a hópihék törékeny tisztasággal a földre szállnak, s lehűtik lelkemben a fájdalmat, a lázat, hogy meghalhassam végre, amit a tél mesél. Ha múlik, az nem örök. Csak azt viszi a szél, mi láncod lenne ebben a világban. Önmagad lásd a karácsonyi gyertyalángban, ne kint keresd a fényt, a meleget. Mert te magad vagy a csoda, a szeret. Köszönjük szépen! Most pedig felkérném dr. Medvegy János plébános urat, hogy kérje Isten áldását városunk adventi koszorújára, majd gyújtsa meg a híd gyertyáját. Kedves ünneplők, hallottuk a sok szép gondolatot. Ezek a gondolatok egy személyre vonatkoznak, egy személytől származnak. A mi emberi méltóságunk, hogy személyek vagyunk, hogy van értelmünk, van tudatunk, van szabad akaratunk. És amikor találkozásra készülünk, mindig egy személyre, személlyel gondoljuk a találkozást, nem egy régi eseménnyel, nem valami elvont eszmével, hanem a minket szerető Istennel, aki ezt a formáját választotta a közeledésünknek, hogy gyermekként, majd pedig értünk odaadott életet élve, ajándékozott meg minket. A keresztség szent gondolata, amikor a szentelt vizet hintjük,
nem csak az adventi koszorút hintem meg, hanem a kedves jelenlévőket is a várakozásnak jegyében, hogy a személyre várunk, aki nem csak egykor jött el a világba, hanem a mi szívünkbe is el akar jönni. Így kérem tehát Jóisten áldását kedves minnyájukra, és közben még az szentelt vízhintése tart, imádkozzunk úgy, hogy a minket szerető végtelen személy maga Jézus Krisztus tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben van. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a fellépőknek pedig a szép ünnepi műsort. A gyertyagyújtás után szeretettel várjuk Önöket a velem szemben az Önök mögött található faházba, egy kis forralt borra, meleg teára. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívást, jövő hét vasárnap is várjuk Önöket.